Ted Wernex megélhetése mindig a két kezétől függött. Átalakításokat végző vállalkozó vagyok, így állandóan kalapácsot vagy valami hasonlót lengetek a kezemben. Majd 2013-ban kegyetlen fájdalom hasított a jobb kezébe. Nem tudtam mozgatni ezt az új percemet, az első új percet. Nagyon fájt. Elmentem a dokihoz, és ő persze azt mondta, hogy nos, itt egy kevés ibuprofen, szokjon hozzá. Számos gyógyszer tud ajánlani a fájdalom ellen. De gyógymód az nincs. Nem röntgenezték meg, de megvizsgálták a duzzanatot, és megállapították, hogy ízületi gyulladás. A fájdalom idővel olyan intenzívvé vált, hogy a munkáját is megnehezítette. Nehézé vált néhány eszköz megmarkolása, és ez rendkívül lelassította a munkát. Más emberek segítségére kellett volna támaszkodnom, de kisvállalkozóként nem engedhetem meg magamnak, hogy beosztottakat tartsak. Egészen addig, amíg egy októberi napon a 700-as klubra nem kapcsolt. Éppen felszítottam a tüzet, majd keresztül vágtam a nappalin, amikor Terry következett, és a következőket mondta. Valakinek ízületi gyulladása van a jobb kezében, nagyon fájnak az ízületei, és ez megnehezíti még a házi munkák elvégzését is. Isten most teljesen meggyógyítja. Na akkor azt mondtam, ez nekem szól. Magamra vettem, leültem, és együtt imádkoztam vele. Isten megérintett, és azonnal meggyógyított. Azt mondtam, wow, milyen csodás! Köszönöm, atyám! Ted elmondása szerint azóta sem tért vissza a fájdalom, és a gyógyulás megerősítette a hitét Istenben. Ő tart mozgásban. Minden alkalommal, amikor megsérültem, sokszor meggyógyított, és megtart az egyenes úton.